από τον κόσμο σου μόνο. Έχει συνολικά 7 ορόφους. Είναι γραφτά για το 1891 και περιέχει σήμερα λίγα νεότερα χειρόγραφα και χίλια περίπου έντυπα. Επίσης, φυλάσσονται λείψανα πολλών Αγίων, Ευαγγέλια με πολύτιμα καλύματα, κινητά, υφάσματα και εικόνες. Αριθμεί συνολικά 50 μοναχούς. Besteht aus dem 5th Century by St. Simon. Consists of 7 stores. In the year 1891, the library was destroyed by a fire and was still confined a few modern manuscripts and 1,000 printed books. As well, we have here relics, crosses, and 50 monks live in total here. Симон из Петра сигурно оставля највеќи утисак на посетиоца када се гледа са мора. Налази се 330 метара изнад мора на обронцима големе стене. Манастир је у 14. веку саградио Свети Симон. Три пута изгоре до темеља, а дања ветра га је захватила 1891. године, која је уништила библиотеку и монашке одеје. Уз помоћ хришћана, i Rusije, manastir je obnovljen i uvećan. Manastir je grčki, otvorenog tipa i u njemu živi 70 monaka. Hajrumstaj, svojim izvitele, što tenjasni spreti mogaša je Simona Svetra svoj što opetatju. A mi mind a szegyetlen sziklára építve, mint egy erőszkény tornyosul felfelé. Simon szerzetes kezdte az építkezést a 14. században, és ekkor még új Betlehem nevet kapta, és Krisztus születésének szentelték. Ezt követően kétszer égett le 1580-ban és 1626-ban. Maga a kolostor 7 szintes, és ma körülbelül 80 szerzetes él benne. A kolostor jobb oldalán látható egy fal, ami nem más, mint Simonas Petrához tartozó vissza a teljes vízvezeték, valamint kicsit feljebb, körülbelül 600 méteren egy napelem telepet, ami napenergiával látja a kolostor. Lent a parton az egyik nagyfestői hajószűtővel találkozhatunk egész szakaszon, ami szintén még a Simonas Petra kolostorhoz tartozik.